Szevasztok srácok, üdvözöllek benneteket, Scrap-mechanikozni fogunk, itt van velem a Jack. Hello, hello. És a mai részben vonatot fogunk ismét építeni, ugye amit mögöttem láthattok, ez a kis gőzbozdony, ezt egyszer én csináltam, de hát ez szabadon futó vonatocska. Viszont a műhelyben, ugye Steamen találtam egy tök jó kis pályát, ahol van előre lerakott sín. Rendes sín, ami kanyarodik, fölfelé is, meg lefelé is megy, van benne egy kis emelkedő, ugye itt láthatjátok mellettünk, és erre fogunk most mi mozdonyokat építeni, ilyen kis vonatokat, igazából füstölhet, hogyha tudunk ilyen füstefektet csinálni, meg bármi lehet. A lényeg, amire ma menni fogunk, hogy a mozdony hatékonyan végig tudjon menni ezen a sínen. Két kör van, dupla sínpárokkal, van egy kisebb kör itt a belváros körül, illetve van egy külső kör, ami ott megy körbe egy ilyen kis hát fönti emelkedőn, vagy hídon, nem tudom ezt amúgy minek szokták nevezni, de a lényeg, hogy vannak benne ilyen jó kis kanyarok, meg van benne emelkedő, úgyhogy a mai részben olyan mozdonyt kell építeni, amely ezeket az akadályokat, az emelkedőt, a kanyarokat gond nélkül be tudja venni, illetve az egész simpályán végig tud menni gond nélkül. Nem árt, hogyha gyors, de nem fő szempont az, hogy most 5000-rel menjen, inkább legyen stabil és ne essen le a sínről. A játék 4700-zal megy. Így van. Úgyhogy meglátjuk. Annyi, hogy mondjuk még annyi feltétel legyen, hogy mondjuk 4 ember le be tudjon ülni nyugodtan. Uh-huh. Tehát, hogy azért legyen egy méret ezáltal. Nem kell kicsit, nem kell brutálisan nagyot építeni, tehát most nem kell szállítanunk semmit. Itt fogunk építeni, Jack fog azon az oldalt építeni, neki ott lesz egyből kanyarja. Nem lesz egyszerű, mert azért a vonatnak ugye magát a mozgatását jól meg kell tudnunk oldani. De meglátjuk, hogy ki mire megy ezzel, úgyhogy megyek is vissza a helyemre, amúgy félbehozhattuk volna itt is, de mindegy most már. Megcsinálhatjuk. Nem mi? Kell, jó lesz az ott nekem. Jó. Úgyis ott van a mozdonyom, és akkor megyek oda építeni. A mozdonyunk építését a forgóvázak elkészítésével fogjuk kezdeni, és ez lesz nekünk a legfontosabb része most ennek a járműnek, hogy ugye a kanyarokat megfelelően be tudjuk venni, illetve a lejtőkön és emelkedőkön gond nélkül át tudjon menni, és ne ugorjon le a vágányról. Ehhez viszont egy atombiztos forgóváz kell, ami megfelelően fogja a sínt. Ugye már a játékban nincsen nekünk rendes vonatkerék, viszont tudjuk használni most jelleg erre a célra a kis kereket is, amelyet most itt csináltam egy ilyen kis fa szerkezetet, amúgy a forgóvász fémből lesz. Ne aggódjatok, hogy kicsit stílusosabb legyen. Hogyha megnézitek, akkor így rá tudom tenni pont a sínre, amúgy így a sín köz, vagy vágánytávolság, nem tudom a pontos megnevezését, az láthatjátok, hogy pontosan 7 blokk, úgyhogy ezzel még jól is fogunk tudni számolni, ugyanis tudunk tenni így kerekeket majd, valamint, hogy belülről jól fogjuk a sínt, tudunk tenni majd így kereket, nyilván a másik oldalra is, csak ide most nem raktam blokkot, úgyhogy az lesz a lényeg, hogy egy forgóvázon lesz ilyen függőlegesen álló kerékből 4 darab, illetve ilyen vízszintesen álló kerékből 2-2. Úgyhogy összesen lesz így a vonatunknak 12 kereke, és nem akarok túl nagy helyet hagyni a két forgóvász között, de azért nem akarom, hogy ilyen nagyon aránytalan kis buci vonat legyen. Valami kis egyszerű dizájnt adunk ennek a vonatnak, ilyen lehet ilyen dízelmozdonyos lesz, hisz itt ugye nincs is fölöttünk áramszedő, mondjuk nem is hiszem, hogy nagyon meg lehet oldani a játékban. Egyáltalán annak örülök, hogy ilyen királyul néz ki a sín, és amúgy nem ilyen kis szögletes, úgyhogy nagyon frankó lesz ez így nekünk. Úgyhogy megépítem a forgóvázat, aztán mindjárt láthatjátok is. Meg is van az első sínenfutó kis prototípus, amely még korán sem tökéletes, és azt meg is mutatom, hogy bár ezeket a függőlegesen álló kerekeket hajtom csak, amik vízszintesen vannak, azok nem véletlenül nincsenek ugyebár meghajtva, azok csak arra vannak, hogy ugyebár a stabilitást megadják magának a járgánynak. Most, hogyha felülünk rá, akkor elmetleg, remélhetőleg semmelyik kerék se forog visszafelé, ugyebár itt az egyenes része nagyon jól tud menni, tök jól illeszkedik a sínre. Jack jó messze van, hála isnek, látom, hogy ő is tesztelget közben. És ez szép, és most arra vagyok kíváncsi, hogy itt a kanyart azt be tudjuk-e venni. Ugye a kanyarnál, hát a kerekek azok kicsit le fognak lógni, és itt az az aggályom van, hogy ezt meg lehetne oldani, hogy ez is szépen forduljon, de az már tényleg ilyen, odébb megyünk gyors, hogy Jacket ne lássuk. Sőt, kipróbjuk az emelkedőt, várjatok, az is fontos, mert az emelkedésnél ott még más mechanikát is be kéne iktatni szerintem. Hopp. Csak simán egyből ráillik, amúgy nagyon passzentos, ez amúgy nagyon tetszik. Hát, hogyha ezt megnézzük, mondjuk lehet, hogy azért full gázzal teljesen nem kell menni, mert amúgy tud ez menni, mint a meszes. Oda néz. Mondjuk ez sokkal simábban veszi az akadályt, mint ezt én gondoltam. Kicsit továbbfejlesztettem ezt a sztorit, ugyanis lehet ezt sokkal profibban is csinálni. Az a problémám, hogy ezt az előbb is észrevehetitek, hogy a forgóvázak azért itt a kanyarokban nem olyan szépen illeszkednek. Tehát, hogyha
így bemegyünk a kanyarba, akkor ez azért csak-csak csúnya. Úgyhogy készítettem ebből egy jobb változatot, ami sokkal jobban néz ki. Cserébe viszont több kerékre van szükség, hogy stabil maradjon. De hogyha megnézitek majd a kettőt így egymás mellett, akkor láthatjátok, hogy ez már idomul a kanyarhoz. Ott meg ugye el van teljesen csúszva. Ráadásul itt arra is odafigyeltem, hogyha majd fölfele fogunk menni, mert talán ott azért ez az ív a dőlésszög változásánál annyira meg van csinálva szépen, hogy ez annyira nem is számottevő, de ide is került egy csapágy, ami szabadon tud mozogni, ezáltal amikor elkezdődik az emelkedő, sokkal szebben tud majd menni, és egyik keréknek se kell majd a levegőbe emelkednie. Ezt is megmutatom, most ide nem hozzuk már a régebbi verziót, ezt az előbb úgyis láttátok. Itt a kanyar volt az igazán lényeges, azért ez sokkal szebben veszi a kanyart. Nyilván a játékban a túl nagy sebességgel megyünk, akkor azért ez le tud ugrani a sínről, úgyhogy majd ez, ki kell erre valamit találni. De még lesz rajta úgyis súly, tehát láthatjátok, hogyha például át most majd, hogy föl is érünk, figyeljétek, látjátok, sokkal szebben, egy picit megdől ott, és akkor sokkal szebben illeszkedik a sínre, amikor így maga ugye a lejtő elkezdődik. Picit ugrál rajta, hát ez a játéknak a specialitása, de sokkal fluidabb, mint az előző volt. Na mindegy, ez lesz nekünk az alvázunk. Természetesen ott középen nem teljesen így fog kinézni, ez most csak a próba kedvéért volt, illetve a távolság is lehet, hogy kicsit nagyobb lesz a kettő között. Most elkezdem építeni a vonatot, aztán majd szépen fokozatosan látni fogjátok. Mivel a forgóváznak a prototípusa nagyon jól szerepelt már az elején, ezért ugyanazt a konstrukciót elkészítettem ilyen csőelemeket használva, szerintem sokkal jobban néz ki, illetve meg is mutatom nektek a kötéseket, majd lefestve még jobban fog kinézni. Talán jobb is, hogy nem annyira teli blokkokból van. Ilyen fémes színt fog majd kapni, ilyen sötét szürkéset, vagy valami, hát ugye ilyen vonatos, kicsit, hát nem is az, hogy koszos, ilyen sötét színű, de hogy ami majd illik itt az alvázához. Most ehhez elkészítem az alvázat, ami majd szépen el tud helyezkedni a felépítmény, és akkor meglátjuk. Annyi, hogy lehet, hogy nem a forgóvázak fölött lesz az irányítás, hanem középen. Ez már csak ilyen kényelmi faktor lesz, de meglátjuk ezt is. Úgyhogy folytatom most már a teljes alváz megépítésével, utána pedig jöhet majd a mozdonynak a teteje. Ez most itt abszolút nem a végleges mozdony, viszont kénytelen vagyok kipróbálni, hogy el fog-e férni mindenhol. Úgyhogy most fogunk menni egy félig meddig tesztkört, hogy nagyobb súly alatt hogy szerepel, illetve mennyire működik jól ez az egész. Meglátjuk, már kicsit festegettem is. Ezek az elemek összeillesztésben biztos én nem vagyok elég kreatív, de annyira macerás sokszor, hogy... mindegy, kicsit ilyen metrókocsi feelingen van. Oké, ez most csutka gáz, de nincs nagyon felvéve. Jó, a kanyart az szépen veszi, annak örülök. Igazából teljesen jó eddig. Megnézzük, mi van akkor, hogyha most ezen a fokozaton csutka gázon vesszük a kanyart. Gyerekek, ez teljesen jó. Jó, és az állomás a kérdéses, mert nem biztos, hogy elférünk. Van egy tábla oldalt, az lehet, hogy fel fog akadni. Most ezt mindjárt meglátjuk. Ó, de sima liba. Én azt hittem, hogy ez problémásabb lesz. Jó. A Jack is itt volt, ő is kipróbálta. Most nincs bent, hogy tudjak menni egy kört. Jó, akkor a következő teszt, amit meg kell néznünk, hogy jelenlegi állapotában, adtam neki azért egy kis motorerőt, mert ez így karcsú lesz, fel tud-e menni az emelkedőn, úgyhogy átrakjuk az emelkedőre. Rengeteg apróság van még hátra, és amilyen gyorsan meglett amúgy az alváz, vagy hát bocsánat, a forgóváz, olyan szinten lassan haladok az összes több részével, hogy legyen ledizájnolva, meg elkészítve maga a mozdony, de nagyon-nagyon-nagyon tetszetős kis projekt, hát most akkor feltolatunk, hát ez most nem nagy kunszt. Oké. Ó, gyerekek. Hú, kicsit ott elemelkedett a történet. Kicsit most túl erőse van véve a motor. Na, ez rendesen suhan! Jó, itt lehet neki nyomni, igazából a kanyarokba kell egy kicsit vigyázni. Fölfelé lefelé tökéletesen megy, és mindenhol elfér, úgyhogy ez pipa. Folytatom az építést, és építgetem ezt az egészet, hogy valami mozdony formája legyen majd a végére. Kezdődjön akkor a mutogatás. Megnézzük a másiknak a mozdonyát. Jaj, beugrok, és én leszek az első, mert legutóbb ugye Jack mutatta először, most meg én fogom. Na lássuk. Készen állsz? Izgatott vagy? Igen, készen állok. És izgatott vagy?
Rendkívül izgatott vagyok. Képzelem. Na várjál. Úgy óvatosan kell beállnom. Szia! Hú, nálam ez sajnos begol, de... Mennyire? Amúgy nagyon menő. Hát nincs rajta a sínen. Vagy hát én néha így konkrétan lekókod a sínről, ahogy mész. Nekem tökéletesen rajta van. De csak a kerekek. Tehát most az fönn volt a peronon a kerék. Na mindegy. Egyébként tök jó lett. Úgyhogy gyere, szállj be, fel lehet kapcsolni nyilván a lámpákat. Valamire nagyon emlékeztet, és nem tudom mire, de tök jó. Majd a nézők biztos, hogy tudni fogják. Így van. Hogyha faluk között utaztál vonattal, akkor lehet, hogy láttál hasonlót. Mehet. Nyugodtan ott nyom meg a izét, az ajtót. Bentről is tudom, csak nem tudom pontosan melyik ajtó melyik, hogy őszinte legyek. Akkor hátul le tudsz ülni, az a biztos. Van szék. Igazából megy itt a rádió mellettem, elég ilyen langyi zene megy benne, de most ezzel ne foglalkozzunk. És igen, ez nálad nem tudom, hogy fog kinézni. Nálam szépen nálam tartja a sínt. Sajnos. Aha. Igen, tehát az alul a szerkezet, tehát a forgóváz, az sajnos bagol, és még a magát a kocsit is néha így egy ilyen 20-30 fokkal megdönti. Úristen, az de mindegy, látni nálam is látszik. Aha, jó van akkor. Hát az a lényeg, meg hogy... Amikor, tehát a szépség az látszik, amikor áll. Úgy néz ki az egész forgóváz, igazából, hogyha odalépek neki, akkor megy rendesen. Csak most kanyar jön úgy, hogy most lelassítunk egy kicsit. Hát az a lényeg az egésznek ugyebár, hogy forgóvázanként négy kerék van így függőlegesen, négy pedig ott lent, és ugye a függőleges kerekek hajtanak, a lentiek pedig hát csak vannak, és stabilizálják ugye a sínhez a mozdonyt. Illetve megvan úgy csinálva, tehát hogyha kanyarodik a mozdony, akkor kanyarodik ugye a forgóváz is maga, meg majd hogyha fölfele megyünk, akkor is tud, dőlni. Igen, tudom. Ugye fölle maga a váz. Ez nagyon csilles ez a körbeutazás erre a zenére. Itt most kicsit gyorsan jöttünk. Óvatosan, igen. Hopp. Jaj. Most leestünk a sínről, várj egy kicsit. Kiszaladt. Nem baj. Visszamegyek hátra, és akkor mindjárt végig vagyunk. Nyilván végig tudok rajta menni, csak kicsit gyorsan jöttem. Persze. Rászaladtál. Úgy ahhoz képest, hogy magát ezt a forgóvázat elkészítettem, kb. Nem is tudom, egy negyed óra alatt, magát a mozdonyt, azt szerintem építettem egy 3 órán át. És nagyjából nálam is így történt. És semmi extra amúgy. Tudom, a forgóvaz az nálam is már tudott mindenhol is menni, szerintem 4 óra után. Most tolatunk, meg sem megmutatom. Tényleg megnézem. Aha. Igen, ugyanígy csináltam meg. Most hát, nem pont ugyanígy, de hasonló. És most jól áll nálad amúgy? Nem. Nem. Hát igen, ezt elfelejtettem. Sajnos nem. Viszont nagyon tud zsalni, hogyha odalépek neki. Most így finoman átengedjük. Most volt egy kis kukoricom. Én nem gondoltam, hogy... Hogy? Nem gondoltam, hogy bagolni fog. Hát amúgy eszünkbe jutott volna. Hogy ennyire. Ugye egy csutka gázzal átmenjünk a másik sínre. Uhuhu! Hát elészben elértük a másik sín. Most megnézhetjük alulról az alvázrendszert, illetve a forgóvázrendszert. Ez volt a cél. Te le tudod venni a mozdonyt? Vagy ki tudsz szállni? Tedd már le oldalra, mert én ne beragadtam. Hát átrakom a másik vágányra. Átállunk, jó. Igen. Átállunk. Ugye a váltó sajnos nincs a játékban. És ez így nem is lesz jó, nem baj. Kapaszkodj! Hát így meg főleg. Semmi gond. Hoppáré! Most a másik irányba. Jobbra is dőlünk, balra is dőlünk, kicsit összeállzunk az utasokat, sem baj. Igen, ugye ami fontos, ugye, hogy négyen elférjünk benne, az volt kritérium, bár hogyha valaki nem rakja bele azt a négy ülésre, fogunk nagyon haragudni érte. A lényeg, hogy ugye itt is, hogyha nézed, bár nem tudom, hogy működik-e most bármelyik is nálad normálisan. A hátsó, az tökéletes. Akkor ugye itt lehet látni, hogy a hátsó is kicsit, tehát tud így ilyen szögbe lenni. És akkor szebben fel tud kapaszkodni ezen a részen. És itt lesz, talán ez a leghosszabb egyenes szakasz. Most mindjárt megküldjük. Ez vagy a túloldali. Nem, mert a túloldaliban talán van kanyar, ez a leghosszabb, adjál neki. Nincs neki maxra tolva a motor, olyan 2/3 van, úgyhogy így ennyi, amit tud. De szerintem ez tök jó kis utazó. Porzik mögöttünk a sín. A vasút. Igen. Rég nem járt erre senki. Na most ugyebár alapvetően az volt a tematika, hogy mozdony, és biztos lesz, aki beleköt, hogy de hát ez már egy ilyen motorvonat inkább,
ugye, mert hogy ebben van ülés is, meg minden, és amúgy valahol ez igaz is, csak így legalább nem kell ugye plusz kocsit csinálnunk. De amúgy elbírna szerintem sima kocsit is simán, úgyhogy... Biztos, hogy elbírna. Én a is azért nem úgy csináltam, mert a játék nem bírná el, tehát szélszabagolna. És lejöttünk csutka gázzal. Igen. Nagy ez szépen amúgy. Na mindegy, jaj, úgyhogy ennyi lett ez a kis vonat, nincs benne nagy hűha, meg tűzi játék, de most ez amennyire ilyen kis chilles projekt volt, annyira élveztem ezt megcsinálni, mert tök jó, hogy van egy ilyen pálya, és ott lesz a link amúgy a leírásban, majd akit érdekel, le tudjátok tölteni, nálam is, meg Jacknél is, és akkor, így van. És akkor mindenki ki tudja próbálni, tud ide építeni vonatot, sőt azt is lehetne, hogyha mások építenek, akkor megnézzük, hogy mások mit csinálnak, hogyha esetleg érkezne sok-sok vonat. Dobjátok be kommentekbe. Jaja, fel lehet tölteni workshopba ezeket a járgány. Kommentbe dobjátok, hogy milyen néven érjük el. Azaz. Na és amit még neked is gyors megmutatok akkor ezzel kapcsolatban, most már nem ilyen vagizásból, csak hogy így nézett ki, amikor elkészült már, kicsit komolyabban. Ugye ez nem már. Rossz. Ez van átszín, meg ugye van még egy külső keret rajta. Azt hozzá kell tenni, tehát ezek a sport felfüggesztések, ezek design miatt vannak ott csak. Tehát az semmi létszüksége nincs, mert csak tönkretenni ugye a játék minél több kerékér a földhöz, meg minél több felfüggesztés van, annál bugosabb lesz, úgyhogy ez ennyi. Na jó, menjünk az elejéhez, nézzük meg, hogy Jack mit alkotott. 2072-t írunk, a gépek átvették az irányítást az emberiség felett, pedig éppen a rabszállító vonatra vársz, ami elvisz majd a munkatáborba. Ez mi az, atya úristen? Kérem, fáradjon be. Na jó, persze már, foglaljon helyet, hogy ne tudjak nyomkodni, mi? Mi ez a varacskos disznó? Nem, ha gondolod, körbenézhetsz, kinyitom a vezetőfülkét. Úristen, mennyi kerék. Na, kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog fordulni. Jó, menjünk először, és akkor utána körbenézek. Jó. Azt hiszem, kicsit ilyen iskolabusz feelingen van amúgy. Hát igen, kicsit hasonló, ez nem iskolába visz. Tóvatosan kell sajnos. Azt hiszem, hogy a forgóvázat kicsit hosszú, nem? Hosszú egy kicsit, de alapvetően gyönyörűen kezeli, csak itt most még óvatosabban kell, mert... Nem tudom, hogy nálad bugol, de nálam tökéletes amúgy. Nem, szerencsé. Így, hogy te osztasz, viszont nekem még egy nagyon picit akad, és azért még óvatosabban kell menni. Uh-huh. Ennél gyorsabban tudok egyébként kanyarokba menni. Uh-huh. Jó, ezzel nincs üzé. Ezt beszéltük, hogy amit a játék bír. És be lehet neki adni. Ja, jó. Nagyon jó. A feeling az adja. Ugyanúgy egyébként mindkét síkon ugye forog a forgóvász, tehát ugye emelkedőhöz is alkalmazkodik és kanyarhoz is. Egyenesben meg lehet neki nyomni. Hát itt egy blokkra megyünk el a szélétől, annyira széles csak a gép. De ezzel volt problémád menet közben, nem? Igen. Igen, eredetileg egyel szélesebb volt a hátsó kiszélesített rész, hogy egy picit tágasabb legyen. Aha. Azért, hogyha a belső íven mennél, azt is kibírná? Vagy azt is kibírja? Gondolom, beteszteltet. Hát tehetjük, ha gondolod. Hoppá! Na, itt na, legalább tessék, egy-egy. Nem is figyeltem. Így van. Eddig, ez arra ment, hogy elterém. Ugye visszarakom. Ki kell addig szökni innen? Aha. Hogy lehet innen elszökni? Engedjenek ki! Ja, mindjárt... Há, nem vették el a fegyverem, amikor beraktak ide. Ez a szabad vagyok! Hogy szöktél ki? Hát fel voltam állva éppen. Jó. És akkor itt a felvigyázom, ő itt ül, gondolom. Így van, a felvigyázó itt ül, a fülkét azt megnézem. Ó, jó, mondjuk a bögrét aztán. És van felfüggesztés. És működik is? Persze, csak hogy ne legyen nagyon kényelmetlen a rázós út. Aha, na, a rázós vágány inkább. Akkor ilyen hebbeupás. Menj el csak. De jobb, hogyha leülsz szerintem. Hát, az biztos. De olyan jól néz ki, hogy így megy a sín alattam. Na jó, vagy hát ugye a vonat, vagy érted. Mm-hmm. Becsukom, és most ideülök kintre, hogy ne érezzem magam annyira feszélyezetten. Oké, mehetünk. Na, tehát ugye azért a belső ív az neccesebb, főleg, hogyha az ember hosszú és sok kereket alkalmaz. Nem vészes, amúgy mondom, itt egy picit akar, és itt azért óvatosabban kell, de egyébként simán bírja. Megirabodik ez rendesen.
Hát ha kell, akkor igen. Majd csináljunk meg olyat, hogy te is felhúzod fúra motorokat, meg én is, ezt versenyzünk egyet majd ott fent. Jó. Jó, de ez nem versenyzünk. Nem, szó se volt az enyém róla, akkor rátettem volna 6 motort, és mindegyik kereket másik hajtaná. Na gyerünk, tiszteld meg azt az emelkedőt. Börtönvasút. Börtönvasút, ez az. Még hogyha csak ilyen épp, hogy ráállok is, olyan szépen megy föl rajta. Uh-huh. És akkor itt látszik is, hogy így szépen dőlnek egymáshoz képest. Aha. Teljesen. Fogóvázak. Amúgy az elején kicsit jobban féltem ettől az emelkedőtől, mint kellett volna. Én is. Mert azt hittem, hogy sokkal hirtelenebb lesz, ugye. De amúgy tök jó az átmenet ott, úgyhogy igazából abszolút nem. Igen. Na ez is porzik, mint az atom. Így van. Mondjuk több kerék is van hozzá. Úgy, teligázzal! Nem, az majd a végén. És elég is, hogy kb. Pont egyforma hosszú a kettő. Amúgy igen. Jaja. Tanja, hogy neked ugye végig van kereked, nekem meg ugye csak előhátul. Na, figyelj, akkor számolok egyet. Kicsit vonatszerűbb. Jó. Nem feltétlenül amúgy. Mire indulunk? A tére. Majd most. Jó? Na, 3, 2, 1, most. Tessék, gyorsabb vagy! Oda néz, hogy megy a jack! Na, le tudsz repülni? Le? Ne, én nekem nem fog menni! Én itt maradtam! Na tessék, még gyorsabb vagy, mint én, pedig csak egy motorod van. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy amíg te állítgattad a motorodat, az enyémbe bekerült még egy. Nem baj, jó volt ez. Hát az enyém nem tudta eszem. Nézni a forgóvázaimat. Várjál, csak be kell tudnom menni hozzá. Szépen lekerültél oda lentre. Ups. Aha. Látom, tettél ide kontrollert. Nagyjából ugyanaz, ugye egy kicsit hosszabb. Uh-huh. Ja, igen, mert amúgy úgy vannak megcsinálva a forgóvázaim, hogy az első két kerék, meg az utolsó két kerék mind a kettőn, az ugyanúgy csapágyazva van, hogy egy picit el tudjon fordulni a keret többi részétől, hogyha kell. Aha, csak értem. Ugye az egyik kontroller az ugye fogja, de ettől függően, hogyha nagy erő hat rá, akkor ugye egy picit el tud fordulni, és ezáltal is egyel fordulékonyabb. Ja, tehát valójában ugye rövidebb, csak 3-3 kerék. Uh-huh. Az, ami merev. Értem. Amúgy király. Hát ez se egy egyszerű történet, tehát azért itt nyilván át kell gondolni, hogy mi lesz az, ami kellőképpen meg tudja fogni magát a gépet. Hát ez egy nagy guruló láda. Börtönláda. Na jó. Hát szerintem a sufni tuning részét is kipipálhatjuk a dolognak. Várjál. Az igen. Az meg, van neki nyomatéka. Jaj, nem túl boldog. Úristen! Szia! Két kis büdös bogár. Hát ezek lettek volna ezek a kis vasúti alkalmatosságok, legyen ez most mozdony, vagy motorvonat, vagy bármi egyéb, meg varacskos disznó itt a Jacknél. Komment szekcióban írjátok le, hogy melyik koncepció tetszett nektek jobban, melyik megvalósítás és miért esetleg. Ugye az akadályokat, meg a feladatokat, azokat mind a kettő járgány kiállta, és hogyha szeretnétek, ti is tudtok építeni, mert amúgy szerintem az egyik legstabilabb, amivel találkoztam konstrukció, ez a vasúti lehetőség, amit itt ki lehet használni, hogy ugye az ember tudjon tényleg vonatot építeni a játékban. Úgyhogy tök jók lettek ezek a forgóvázok, talán ez a legizgalmasabb része, meg azért a vonatok se annyira rosszak. Úgyhogy ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, illetve ha szeretitek és még nem tettetek volna, iratkozzatok fel. Itt volt velem a Jack. Sziasztok! Jók legyetek. Sziasztok!